Ne, ne. Dobrý, dobře, večer. Das ist morha nagy népezetem. Egy pogácsa, meg egy falat nyálaz meg a valagamat. Da. Lényeg. Nagyba beszélgetek itt az előbb egy fickóval, azzal a különbséggel, hogy neki pinája van. És nagyba mondja, hogy Bartosz! Azt mondja, voltak most ugye április vége van. Ez is április vége van. Közben kaptam egy kis potyasört. Ez mindig jó. Nagyba azt mondja, hogy voltak itt ilyen fagyok. Most mi, annyi, most mi olyan vicces egyébként? Na. És nagyba, mikor komoly témákról van szó. Na. Az az egésznek a lényeg, hogy nagyba ő mondja nekem az illető, hogy voltak ugye most fagyok hidegek. Tesz is hidegek? Ugye most július van 30 fok. És hogy mi lesz például a csörtefának ugyebár így a termései. Most ez Bartó vagy Bálint gazda, ugye van egy ilyen valami csrovat régebben volt egy olyan műsormagazin, hogy ajtó. Ugye az volt? Ajtó a nagyvilágra, egy péntekenként. Ajtó. És az egésznek a ólajtó. És az egésznek a lényege, hogy kérdezi, hogy milyen termés lesz ebből. Az apám nagyba mutatta, hogy ugye nagyba, ugye ez a bibék, körte. Ebből, mit te ezen van mondjuk, most pökta nélkül nem nagyon látom ezeket is apró kis genyókat. Ezekből lesz ugye a törmés. Termés. Amelyik legyünk nagyon hamar annak lűtek. Tehát körülbelül egyébként tegye ebből a 20-bú. Tesz is kukuriku. Ebből lesz 5. Most már nem lesz belőle se. Mit akartam mondani? És az a jó apám, mondjuk pálinkában jobb azért. Jó így is a körte, de pálinkában azért finomabb. Teli van vitamina. Szóval az egésznek a lényege, hogy tehát ebből ami itt van, ebből körülbelül lesz 4. Most neki mondom ugye, körülbelül 4, meg hát nektek. Nektek. Bölcs egyetlen nagyfaterom, bölcseletei. Na. Akkor mondtam nagybának, meg most elmagyaráztam ezeket a dolgokat. Azt mondtam neki. Ebből lesz a körte. Te ökörte.